Kellemes őszi estét kívánok mindenkinek! Ahogy megszokhatták, ezúttal is számos érdekes témáról lesz szó, Nappali című életmód magazinunkban. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja, erről és a Kézmosás Világnapjáról is szót ejtünk, de beszélgetünk az autizmussal élő gyermekek fejlesztéséről. Tanácsot ad nekünk Gyuri bácsi, a Bükki füvesember, hogy hogyan méregtelenítsünk ebben az időszakban. Tehát ma is érdemes lesz velünk tartani, ne menjenek messzire, már is kezdünk. Gyöngyösön nemrégiben a képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat teljes munkaidőben foglalkoztat olyan szakembereket, akik a város óvodáiban az autizmussal élő gyermekek fejlesztésén dolgoznak majd. A 2016-17-es nevelési évben összesen 15 autista gyermek nevelését látják el. Mostantól szintén teljes munkaidőben dolgozik egy pszichológus is az óvodában. A témával kapcsolatban vendégeim Méhész Ágnes, gyógypedagógus, és Balatonfüredi Ágnes, pszichológus, akik már meg is kezdték a munkát az intézményben. Köszöntelek benneteket, szervusztok! Köszönjük! Mit kell tudni erről a kezdeményezésről, és mennyire új, ugye azt mondtam, hogy most szeptembertől? Annyira új az én dolgom, például, hogy én most október 1-én kezdtem, én az autista gyerekek fejlesztésével fogok foglalkozni. Az előző nevelési évben heti egy napot tudtam a gyerekek fejlesztésével tölteni, és már akkor mutatkozott egy sokkal nagyobb igény erre, és akkor kezdeményeztük az önkormányzatnál, hogy ennek biztosan nagy haszna lenne, hogyha több időt tudnánk itt tölteni a gyerekekkel, és szerencsére sikerül. Ágnes, és te? Ugyanígy vagyok, szeptember 1-el kezdtem én is. Korábban volt óvoda pszichológus, csak nem teljes állásban, és hasonló módon itt is igény jelent meg arra vonatkozóan, hogy sokkal nagyobb óraszámra van szükség, és mivel nem csak autista gyerekekről van szó, sokkal tágabb körről, ezért mindenképp a teljes állás az sokkal jobb, és ezt szeptember 1-től én töltöm be. Én azért nagyon örülök, hogy már óvodáskorban elkezdődik a gyerekek fejlesztése, és figyeltek rá, nem csak az óvónők, hanem ti is, mint szakemberek. Hogyan tudtok segíteni? Nézzük először a te munkádat, Ágnes. Te csak autistákkal igen, foglalkozol. Igen, most úgy hozta az élet, hogy ő melléjük egy külön gyógypedagógust tudnak alkalmazni. Van egyébként még egy teljes állásos gyógypedagógus, aki a többi sajátos nevelésigényű gyerkőccel foglalkozik, de így hatékonyabban tudjuk elosztani az erőforrásokat. Hogy képzeljük el a foglalkozást? Tehát fejlesztő játékokat, vagy először is téged keresnek meg, és az óvónők szólnak neked, vagy te mész be az óvodákba? Hány óvodáról van szó? Nekem a 15 autista kisgyerek 5 óvodában van nagyjából egyenletesen elosztva, és hát a szakvéleményeket átolvasva én kerestem fel őket, majd egy-két napon belül az óvónénik jelezték a gyanús eseteket, illetve az egyéb problémás eseteket, akik talán ez irányba hajlanak, úgyhogy ilyen irányban is elkezdtünk már dolgozni, hogy diagnózis előtt álló gyerkőcöket is figyelünk. És a megfigyelés hogyan történik? Először mindig a csoportba megyek be, külső megfigyelőként, aztán megpróbálok egyre közelebb kerülni a gyerkőcöz, hogy ne azt érezze, hogy jött egy idegen néni, megfogta a kezemet és kivitt valahova. Úgyhogy mindenképp először a bizalmukba kell férkőzni, és hát játékosan mindig örömteli kell, hogy legyen ez a foglalkozás, úgyhogy örömmel jönnek, szeretik. És hogy fogadnak az óvónők, illetve a szülők? Mert ugye az, hogy a gyerekek örömmel fogadnak, és szívesen elmennek veled, hát mindenkivel elmennek, aki kedves hozzájuk, és esetleg tényleg figyel rájuk. És a szülők? A szülőkkel én nagyon hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon együtt kell működni, mert ők a legnagyobb támaszaink, hiszen a szülő ismeri legjobban a gyerekét. Úgyhogy így teljes állásban már erre is fog alkalom nyílni, hogy jó alaposan tudjunk erről beszélgetni, tanácsot tudjunk adni. Ugye azért az autizmusban nem úgy történik a fejlesztés, hogy heti egy-két órában helyrehozzuk a dolgokat, hanem ott egy olyan környezetet kell kialakítani otthon is és az óvodában is, ami autizmusbarát és a fejlődésre ösztönzi a gyereket, úgyhogy ez nagyon fontos. Óvónénikkel is nagyon fontos együttműködnünk, ők tártkarokkal fogadtak,
Gondolom, hogy nekik is nagyon nagy segítséget igen. jelentesz, hiszen ha elmész, akkor te tényleg arra tudsz figyelni, arra pár kis csemetére, akivel esetleg ők a többi 20 mellett kevésbé. Igen, és nagyon jól együtt tudunk működni, elfogadják a tanácsaimat. Én is sokban hagyatkozom rájuk, tehát ők is azért évek óta ismerik ezeket a gyerekeket, és ők tudják, hogy miket szeretnek, miket nem, merre induljunk, de az aktuális problémákban mindenképp tudok segíteni nekik. Ágnes, beszéljük át a te esetedben, hogy van ez. Akkor neked nem csak autista gyermekek, hanem a többiek közül is esetleg kiszűröd és megnézed. Nálad hogy történik mindez? Igen, tulajdonképpen hasonló módon épül fel, annyi különbséggel, hogy én nem csak az autista gyerekekre koncentrálok. Jóformán minden oviban ott vagyok, most még az elén ez a feltérképezés időszaka, és itt elsősorban az óvónénikkel kezdődik az együttműködés. Velük beszélgettünk az eddigi tapasztalatokról. Ugye azt említettem, hogy korábban már volt pszichológus, nagyon fontosak voltak a korábbi eseteknek a továbbvitele is, de ugyanakkor nekem is a csoportos megfigyelés az elsődleges, és a szülőknek pedig egy szabad lehetőség van arra, hogy megkereshetnek. Tehát ugye ez az irány is elindult. Legtöbbször ez úgy jön, ez a lehetőség, hogy az óvónők javaslatára, ahol már tényleg hosszabb távon fennálló probléma, viselkedés változás figyelhető meg a gyereknél, és amivel eszköztelenül tudtak eddig megküzdeni, olyan esetekben fordulhatnak hozzám, és akkor én elindítva ezt a folyamatot, hogy először ugyanúgy, ahogy az Ági is a csoportban, aztán később egyéni foglalkozás során igyekszem segíteni, de nálam is ez a nagyon szoros együttműködés rendkívül fontos, tehát a bizalom nélkül nagyon nehéz lenne. Úgyhogy én a gyerekkel való foglalkozást az egyenit nem is kezdem meg soha a szülővel való találkozás előtt, tehát hogy ez nálam így épül fel. Úgy szeretném, ha mondanátok egy-egy példát, ha már nálad a szó, akkor mondtad, hogy tünetek, problémák, esetleg viselkedési rendellenességek. Mondanál egy-két olyan példát, hogy ilyen pici gyerekkorban melyek lehetnek ezek? Ugye az óvi az az elsődleges szocializációs közeg, ahová bekerül a gyerek, és 3 évesen muszáj is bekerülnie, és hogyha így az elejétől nézzük már, akkor a legelsődleges az, hogy ez a beilleszkedés hogyan alakul, ez a 0. lépcső. Akkor onnantól kezdve az, hogy a társaival hogyan viszonyul, mennyire tud nyitni, szociálisan mennyire a korának megfelelő, és ez lehet sajnos elmozdulhat nagyon olyan irányba, hogy a sarokban ül és nagyon nehezen nyit, vagy pedig akár agresszív viselkedésbe, ez a két szélsőség. De egyébként, hogyha tovább haladva nézzük, akkor minden életkorban más probléma ütheti fel a fejét, gyakorlatilag a dackorszak is végigíveli ezt az időszakot, tehát az érzelmi fejlődés által adódó nehézségek is ilyenek lehetnek, de legtöbb esetben, mivel ott a szociális környezetében nézem a gyerekeket, inkább a társakkal való viszony és abból kiinduló problémák talán. De a szülők egyébként megkereshetnek más jellegű problémával is, ugyanúgy egy élethelyzetváltozás is lehet később probléma. Ez azért érdekes, mert lehet, hogy otthon másként viselkedik a gyermek, mint az óvodában vagy a közösségben. Akkor, és ti előbb látjátok esetleg, mert a szülő nem is gondolja, hogy probléma van. El szokták ezt fogadni a szülők, mikor mondjátok, hogy ilyen és ilyen probléma van? Hát ezt óvatosan és nagyon szépen felépítve kell visszajelezni. Én azt gondolom, hogy ha már elindult egy kapcsolat, akkor lehet nagyon őszintén is nyíltan ezeket visszajelezni, és szerintem azért a legtöbb szülő nagyjából sejti. Tehát ez azért nagyon ritka, hogy egyáltalán fogalma Értem. Sincsen. Azért az óvónénik már korábban jelezhettek neki erről. Köszönöm. Ágnes, neked az autistákkal való egy-két speciális eset vagy probléma, arról is ejtsünk szót. Hát ami a legfontosabb általában a kommunikációs nehézségek, ami ott kezdődhet akár, hogy egyáltalán nem beszél a gyermek, vagy a beszédértése annyira rossz, hogy pusztán szavakkal nem tudják irányítani az óvónők, és akkor ezt sokszor érezhetik úgy, hogy ez az együttműködés hiánya, és hogy dacosan ellenáll a gyerek, közben lehet, hogy arról van szó, hogy egyáltalán nem érti, hogy mi az elvárás,
és hogy ezeket a dolgokat, hogyha helyre tesszük, és megértik az óvónénik, és a gyerek is megérti, hogy mik az elvárások, akkor és olyan eszközöket adunk a kezükbe mindkettőjüknek, amik ugye általában autizmus esetében vizuálisak, tehát láthatóak, megfoghatóak, akkor hamar rájönnek, hogy bizony ezek a nagynak tűnő problémák könnyen áthidalhatók. Persze nem kicsinyítem le az autizmus problémáját, hatalmas gondot tud okozni az óvodai beilleszkedésnél, de hogy ebben az életkorban nagyon hatékonyan tudjuk az eszközöket alkalmazni. Mondj egy ilyen eszközt, vagy valami olyan kezelést, hogy hogyan lehet ezt igazából kezelni. Egy példát, konkrét példát. Például, amikor bevezetjük a napi rendet a képekkel, mutatjuk a gyereknek, hogy milyen tevékenységek következnek, ez nagyon látványos változást szokott hozni. Az a gyerkőc, aki eddig sírva a földön fetrengett, mikor udvarra kellett menni, az a gyerkőc vidáman jön és veszi a cipőjét, mert végre érti, hogy mi az elvárás, és nem gondolja esetleg, hogy orvoshoz megyünk, vagy akárhova, bárhova, máshova. És mi van mondjuk, hogyha ilyen szóképek vagy kiskártyák nincsenek otthon? Mit szoktál olyankor tanácsolni? Készítsen a szülő, vagy lehet vásárolni ilyen eszközöket, amivel ő is otthon így kicsit közelebbé teszi, vagy közelebb jut ehhez a problémához? Lehet vásárolni, de horrorisztikus áron, de bárki bármit el tud készíteni, én ebben is tudok segítséget nyújtani. Igazából, ha már tárgyak mindenkinek vannak otthon, ha tárgyakkal kezdjük a kommunikációt, az is nagyon sokat segít, tehát ha evéshez készülődünk, és meg kezébe adom a tányért és a kanalat a gyerkőcnek, akkor nagyon valószínű, hogy a legsúlyosabban érint a gyerkőc is tudni fogja, hogy na, itt most enni fogunk. Én azért a beszélgetés kapcsán azt láttam, hogy nagyon hasznos és fontos munkát végeztek. Terveitekről így a beszélgetés végén, hogy ki mit gondol, ki mit szeretne, vagy elérni esetleg az elkövetkezendőben. Nagyon új a dolog, ugye egy hónap párnapos a kinevezés, de gondolom dolgozatok már ilyen gyerekekkel, tehát tudjátok, mit szeretnétek elérni a jövőben. Ágnes? Nekem vannak olyan jellegű terveim, hogy jelenleg ugye integrációban vehetnek részt a gyerekek az óvodában, hogy esetleg azok a súlyosabban érintett gyerkőcök is bekerülhessenek ilyen részleges integráció formájában az óvikba, akik eddig kiszorultak. De köszönöm. Ez még... Nekem az a hosszú távú célom, hogy legyen időm a prevencióra is, és hogy az iskolára való előkészítést is jobban tudjam segíteni. Tehát az ilyen nehézségeket időben meglássam, és tudjak időben segítséget adni. Hát ez nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. További jó munkát kívánok nektek. De mi maradunk ennél a témánál, és a következő percekben egy előadásra látogatunk el. Autizmus és viselkedés problémák címmel tartott előadást Solt Anna gyógypedagógus. Az Apró Lépések Alapítvány programsorozata keretein belül megtartott tájékoztató elsősorban olyan szülőknek szólt, akiknek családja valamilyen szempontból érintett az autizmusban. Nézzük meg ezt közösen! A gyermekkori viselkedés problémák alapvetően bármilyen családban előfordulhatnak, nem feltétlenül kell, hogy autizmussal élő gyereket neveljenek. Ráadásul, ahogyan az az előadás során is kiderült, nincs szükségszerű kapcsolat az autizmus és a problémás viselkedés között. Egészen hasonló viselkedéseket mutatnak az autista gyerekek is, csak sokkal markánsabban jelentkeznek ezek. Tehát nem az a probléma soha, amit a gyerek csinál, hanem az, amikor csinálja, amilyen helyzetben előjön, hogy nem az életkorának megfelelő az az adott viselkedés, vagy nem a szituációhoz illik, amikor éppen előkerül. Tehát ezek a problémák, nincsenek semmi extra viselkedések, amiket az autisták mutatnának. Egyedül esetleg az önbántalmazás lehet az, amit átlagosan fejlődő gyerekeknél nem szoktunk látni, de az autista gyerekeknél igen. Az érintett viselkedés problémák tehát alapvetően nem különböznek egy átlag gyereknél tapasztalhatóknál. Csupán azok intenzitásában van eltérés, hangsúlyozta előadásában Solt Anna, gyógypedagógus. Egy rossz szokást felvenni mindig egyszerűbb, mint megszabadulni attól. Nincs ez másként az autista gyerekek esetében sem. Minden viselkedés probléma tanult viselkedés, és azért azt szoktuk mondani, hogy amit meg lehet tanulni, arról le is lehet tanulni. Azért ez nem egy nagyon egyszerű folyamat, és nem megy egyik napról a másikra, és van, amikor mi is értetlenül állunk egy-egy viselkedésre.
viselkedés előtt, vagy nem tudjuk, hogy hogyan lehetne azon változtatni, de azért jellemzően ezeket lehet tompítani. Nagyon sokat számít az, és tulajdonképpen lényegbevágó, vagy tényleg kulcskérdés, hogy milyen környezetben él egy gyerek. Verekedés, köpködés, vetközés, kiabálás. Ezek a viselkedés problémák önmagukban is kihívások elé állítják az autista gyerekek szüleit. Emellett ráadásul sokszor a társadalom kritikáit is el kell viselniük. A szülőknek rettenetesen nehéz az, hogy a társadalom az nagyon elítélőleg vélekedik az ilyen viselkedésű gyerekekről, és rengeteg olyan megjegyzést kapnak utcán, közterületen, ami az ő nevelési hatékonyságukat vagy kompetenciájukat kérdőjelezi meg, és ezért hát azért jellemzően fordulnak szakemberhez, és kérnek segítséget, de azért nem könnyű nekik sem szembenézni ezekkel a problémákkal. A megoldáshoz minden esetben szükség van szakember segítségére, a nem kívánt viselkedési forma elhagyása azonban még így is időbe telik. Elengedhetetlen, hogy a szülő és a szakember között nagyon szoros együttműködés működjön. Hogyha a szülő nincsen tájékoztatva arról, hogy mi történik a gyerekével, és nem tudja megérteni, és nem ismeri azokat a jellemzőket, amik a gyereke állapotával együtt járnak, akkor nagyon nehéz dolga van a szakembernek is, ezért aztán elengedhetetlen, hogy a szülő és a szakember szorosan együttműködjön minden ilyen terápiás helyzetben. A társadalom viselkedése és a megbélyegzéstől való félelem miatt vannak, akik eleinte szégyelnek segítséget kérni. A legtöbb szülő azonban belátja, hogy az ehhez hasonló viselkedés problémák jelentkezésekor szükség van szakember segítségére ahhoz, hogy megszabaduljanak a felvett rossz szokástól. A Lelki Egészség Világnapját minden évben október 10-én ünnepeljük. A kezdeményezéssel évről évre felhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Erről beszélgetünk vendégemmel, Kovács Adrián pszichológussal. Szervusz! Szia! Beszéljünk igazából erről a világnapról. Uh-huh. Tehát maga a mentális egészség, egy világszövetség jött létre 1948-ban, és ők kezdeményezték, hogy 92-től ezt a napot, 94-től pedig Magyarországon is megtartsuk. És céljukként tűzték ki azt, hogy felhívjuk a figyelmet a mentális betegségekre, nehézségekre, azokra az emberekre, akik ezzel küzdenek, és hogy őket hogyan tudjuk gondozni vagy segíteni. És igazából maga a mentális betegség vagy egy mentális probléma nem csak azt akarja, hogy egy betegséggel nem küzdünk, hanem azt, hogy lelkileg, testileg, szociálisan van egy jól létünk, tehát hogy ez a jól lét, amire ők fel akarják hívni a figyelmet, ez több, mint a betegség hiánya. Ez nagyon jó, hogy mondod, mert nem elsősorban olyan betegségre, fizikai betegségre gondolunk, hanem egyáltalán, hogy jól érezzük magunkat. Sokan küzdenek manapság ilyen betegséggel, vagy ilyen lelki problémával? Hát igen, széles körű, tehát hogy van egy életvezetési probléma, krízis helyzetek, vagy akár mentális megbetegedések, tehát hogy nagyon sokrétű ez, amiről most beszélhetünk. Igazából felmérések azt mutatják, hogy Európában azért a lakosság harmada legalább egyféle mentális problémával küzd. Hogyha európai kutatások egy része, kisebb része, ami az országgal is foglalkozik, azokban például a Semmelweis Egyetembe csatlakozott, és azt látták, hogy 38%-a körülbelül a magyar lakosoknak küzd valamilyen mentális problémával. Tehát valami, ami így a lelki életben nehézséget okoz itt, főleg azért a depresszió, ami előtérben van. Hány éves kortól jellemző, vagy hogyan ismerhető fel? Hát maguk a mentális problémák pont a sokrétűségükből adódóan, ugye minden életkorban megjelennek igazából, tehát gyermekkorban, ifjúkorban, felnőtt és időseknél. Mondhatunk példákat, hogyha így végigvonulunk a korokon, hogy például mi lehet ilyen betegség gyerekkorban, mi okozhat problémát? Hát gyermekkorban tipikus mondjuk egy szorongás, azt, hogy mondjuk bekakél, bepisil a gyerek, egy kis körömrágás, vagy esetleg tik. Tehát ezek olyanok, amik tipikusan gyermekkorban jelennek meg. A hasfájás az iskolába kerülés időszakában nagyon tipikus, vagy fejfájás. Kamaszkor. Kamaszkor, szorongásos problémák, ugye depresszió előtérben, ami sajnos nagyon magasan a szuicidumhoz vezethet, tehát hogy akár itt öngyilkossági kísérletekhez, viszont ebbe javuló tendenciát mutatunk, tehát azért jó hírként. Illetve időskorban, változó korban olyan élethelyzetek, amelyeken nehéz megbirkózni, tehát amik azt kívánják, hogy próbáljunk meg ez az új helyzethez alkalmazkodni.
beszélnek róla? Elmerik mondani? Elmernek szakorvos segítségét kérni, és hozzátok eljutnak a betegek? Hát talán már itt egy lépéssel még korábban a felismerés. Tehát, hogy tudjuk-e azt, hogy ez most egy olyan probléma, amivel szakemberhez lehetne fordulni. Én tudom-e magamról, vagy esetleg a környezet észreveszi-e azt. Jó esetben, hogyha elkerülnek, akkor igen, sajnos előítéletek vannak azokkal szemben, akik segítséget kérnek, pedig azért nagyon jó segítséget tudunk nyújtani, azt gondolom, tehát, hogy jó életminőségbeli javulást lehet elérni. De sajnos igen, ezekkel a sztereotípiákkal, ami esetleg, hogy a pszichológushoz, pszichiáterhez elmegy az ember és segítséget kér, vannak nehézségek, tehát összekapcsolnak negatív gondolatok. Mit gondolsz, miért vannak előítéletek? Hiszen azért, ha nézzünk filmeket, amerikai filmekben gyakran látjuk, hogy pszichológushoz megy, megkérdezi, megbeszéli. Nálunk azért ez nem ilyen jellemző. Miért Magyarországon, vagy a magyar emberekre, miért inkább a félelem, vagy a előítélet? Miért jellemző inkább? Hát azért a nyugati országokban ennek van egy kultúrája. Tehát itt az, hogyha van egy életvezetési problémám, vagy veszekedett valaki az élettársával, akkor ezekben az országokban ők könnyen beszélnek erről, hetente egyszer-kétszer eljön a pszichológushoz, tanácsokat kapnak, vagy meg tudják a adott helyzetet beszélni, esetleg egy külső személy objektíven tekint a problémájukra, tehát ez tud segíteni, viszont ebben az országban még annyira nincsen nagy kultúrája a pszichológushoz járásnak, viszont nagyon sok mindenben tud segítséget nyújtani. Fontos akkor, hogy kibeszéljük a problémát? Tehát magunkból kibeszéljük? Mindenféleképpen, tehát nem foglalkozunk a problémával, akkor egy kicsit a gondolatok meg az érzések szétválnak. Tehát el tudom érni azt, hogy van egy problémám, és arra nem feltétlenül gondolok, vagy hogy tudatosan én azt nem fogom megélni, de az érzések ott maradnak, amik nem biztos, hogy jó érzések, és valamit, esetleg egy betegséget előidézhetnek. Nem is feltétlenül mentális betegséget, bármilyen emésztőrendszerit, érrendszerit, bármit. Ez jó, ha mondod, mert akkor ezek szerint a lelki betegségek akár fizikai tünetekké, vagy testi problémákká is alakulhatnak. Igen, igen, tehát ezeknek a hátterében sajnos, hát sajnos megoldhatók ezek a problémák, csak érdemes velük foglalkozni. Tehát különböző tünetek tudnak megjelenni, hogyha valakinek problémái vannak, akár ilyen, hogy egyszerű dolgok, ami a mindennapokban fokozottabban izzad valaki, jobban, hevesebben ver neki a szíve, egyszerűen van egy gombóc érzet a torkában, tehát eléggé sokrétű ez a dolog, ami megjelenhet tünetek formájában, és betegség kialakulhat. Akár itt, ahogy említettem, lehet egy érrendszeri betegség, lehet egy szorongás következtében kialakuló betegség, tehát hogy sajnos a betegségek közel 50%-ában ott van a hátterében a lelki probléma, amivel valószínűleg korábban nem foglalkozott az egyén. Vegyük azt, hogy felismerte a páciens, hogy a beteg, el is ment szakemberhez. Mit tudtok tanácsolni? Hogyan gyógyulhatnak meg? Vagy mennyi ideig vizsgáljátok, vagy hogyan is kezdődik, hogy értsük ezt az egész vizsgálatot? Hát mondjuk, hogyha eljut valaki pszichológushoz, mondjuk én a saját oldalamról tudok beszélni, akkor egy első interjús helyzetbe el tudja mondani a páciens, hogy milyen problémával érkezett. Erre lesz a szakembernek rálátása, hogy az adott probléma az igényel-e más társszakmáknak a bevonását esetleg. És hogyha ezt megbeszélték, vagy gyógyszeres kezelést, ezt megbeszélték, és megbeszélik azt, hogy milyen módszereket tud ajánlani az adott pszichológus. A pszichológusoknál is ugyanúgy, mint az orvosoknál különböző szakterületek vannak, tehát szakosodunk. Tehát nem mindenki minden probléma megoldására tud orvoslást nyújtani, de meg kell keresni az adott személynek, személyiségnek, illetve a problémának meg főleg jobb megoldást. Tudok itt olyanokat említeni, például hogy relaxációt, vagy egyéni terápiát, esetleg csoportterápiákat, hogyha eljön valaki, és inkább a családi problémákat hordozza magában, hogyha közreműködő egy család, akkor családi terápiát is tudunk ajánlani, vagy párterápiát, tehát hogy azért elég széles körben tudunk gondolkodni ezekben. Itt a beszélgetésünk végén a te szakterületedről egy olyan példát, ami olyan nagyon nagy megelégedettséget adott neked, vagy nagyon nagy siker volt. Tudsz ilyen példát mondani, nyilván név nélkül, csak mégis, hogy mi volt az, ami nagyon jól sikerült, és mindenki elégedett volt? Hát én inkább megpróbálnék így összességében, azért közel vagyunk, meg
az anonimitást próbáljuk betartani, de mindenféleképpen azért, amikor valaki eljön és látja azt, hogy az ő problémájára van megoldás, tehát található, és nincs az a fajta probléma, amin bagatell lenne ahhoz, hogy elmenjünk egy pszichológushoz, mert mindenki másképpen éli meg. Tehát mindenkinek lehet egy adott helyzet probléma, amit mondjuk más nagyon könnyen megold. És amikor látják, hogy erre kapnak segítséget, és hogy van rá megoldás, és hogy milyen kis lépésekbe is tud az életminőségük nagyot javulni, akkor ez azért öröm minden egyes esetben. Én sok ilyen örömet kívánok neked, köszönöm, hogy eljöttél, és itt voltál a stúdióban. Most pedig néhány perc reklám következik, de nem menjenek messzire, hiszen nem soká folytatjuk.